került, korábban hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos szolgálatot teljesített férfi helyett személy tartozik. Itt azért szeretnénk ezt megváltoztatni, hiszen az alaptörvényben, az alaptörvényben a nők és a férfiak egyenjogúságát hirdetik, ugyanakkor az alaptörvény 31. cikk 3. pontjában rendkívüli állapot idején, vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az országgyűlés határoz, a magyarországi lakóhelyen rendelkező nagykorú magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek. Itt a két cikk között egymásnak ellentmondanak, és annak ellenére, hogy a nemek egyenjogúságát hirdetik, sőt, a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke kijelentett, hogy a honvédségben a romák mellett a nők társadalmi egyenlőségét is kiemelten kezelik. Ezért nem is értjük, hogy miért nem a személy megfogalmazását alkalmazzuk a férfi megnevezés helyett. Az ajánlás 20. pontjában pedig, és ez abszolút kapcsolódik a 24-es ajánlási ponthoz is, ugye már szóba került itt a megyei közgyűlés elnöke, valamint a megyei kormány megbízott alkalmazása. A 34-78 számú törvényjavaslat szerint megyei védelmi bizottság elnöke a kormány megbízott, a megyei közgyűlés elnöke pedig csak tagja ennek a testületnek. Így véleményünk szerint logikusabb lenne, ha a kormány megbízott kapna ezt a feladatot, sőt, a vezeték hatékonyságához is hozzá tudna járulni ezáltal, hogy egy kézbe kerülnének ezek a feladatok. Nem is beszélve, hogy minősített helyzetben sokkal hatékonyabb, a gyors döntésig pedig egyszemélyes vezetést igényelnek ebben a helyzetben. Úgyhogy mindenféleképpen mi ezt javasolnánk a módosításunk során. Az törvény módosítási javaslattal kapcsolatban az általános vitában kifejtett véleményünk alapján természetesen a Jobbik frakció támogatni fogja ezt a törvény módosítási javaslatot, illetve törvény javaslatot, de arra kérjük kedves képviselőtársaimat, hogy az általunk benyújtott módosítókat is legyenek szívesek támogatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Mátrai Márta képviselőasszony következik a Fideszből. Köszönöm. Őt majd Juhász Ferenc képviselő úr fogja követni az MSZP-ből. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nem állhatom meg, hogy nem mondjam Szűcs Erika képviselőasszonynak, hogy a házszabály értelmében az általános vita lezárult. Tehát a részletes vitánál tartunk, és a házszabály értelmében az ajánlási pontok megjelölésével lehet haladni tovább. Nos, tehát én, ahol abba hagytam, következne az ajánlási pont 13. pontja, amely arról szól, hogy a 36 szakasz egybekezdés B pontjának az elhagyására tesz javaslatot, ami a törvény szerint kiemeli, hogy a Szent Korona és a hozzátartozó egyes jelvények őrzése és védelme. Ezt kívánja elhagyni az ajánlatban javaslattal tevő. Mi azt mondjuk, hogy ezt a módosító javaslatot törölni nem engedjük, illetőleg nem javasoljuk, mivel 2011. január 1-ében beépült ez a feladatkör a Magyar Honvédség feladatkörébe, és május 30-án a Honvédség átvette a Szent Koronának az őrzését, tehát semmiképpen nem javasoljuk, illetőleg nem támogatjuk ezt a módosító javaslatot. Ugyanez a véleményünk az ajánlás 14 pontjával kapcsolatban, amelyik a 36 szakadt 2-bekezdés E pontjának elhagyását javasolja, ami így szól, hogy közreműködés az állami közfoglalkoztatás feladatainak végrehajtásában. Itt már képviselőtársaim érintették ezt a szakaszt, de azért nem támogatjuk, mivel a Magyar Honvédség feladatrendszerébe ez egy újként felvett állami közfoglalkoztatásban való részvétel, úgy, ahogy az előbb a képviselőtársaim is elfogadták, teljesen konform a jelenlegi törvényben megfogalmazottakkal. Nem támogatja a kormány a javaslatot azért, mert a kormány szándéka kifejezetten ezen új elem megjelenítésére irányul. Álláspontunk szerint a Honvédség e feladat kiemelésével nemzetközi humanitárius missziókban, valamint katonai kapcsolatok, illetőleg katonai működése kapcsán szerzett tapasztalatok hasznosítását is el tudja érni, nevezetesen például iskola, kórház, infrastruktúra építés, civil kapcsolatok, vezetési tapasztalatoknak az átadása. Mi azt gondoljuk, hogy ezt mindenképpen az eredeti törvény szerint fenntartani szükséges. Az ajánlás 15 pontja, ami a 37 szakasz egybekezdésének a módosítását javasolja,
Azért nem támogatjuk, mert a módosító javaslat visszakívánja alakítani a szöveget a hatályos rendelkezés szerint, viszont az új szabályozás indoka az volt, hogy kizárólag katona vezetheti a katonai egységet, és nem más jogviszonyban álló személy, például rendőr lássa el a parancsnoki funkciókat. Így tehát ezért javasoljuk ennek a módosító indítványnak az elutasítását. Az ajánlás 16. pontja, ami a 41 szakasz 4 bekezdésének a módosítását javasolja, nem támogatjuk. Ez a javaslat arról szól, hogy a módosító javaslat kiemelni a tartalékos katonai szolgálatban vonható körét. Az előterjesztő álláspontja szerint célszerűségi indokkal az alaptörvény 31. cikk 3 bekezdése szerinti hadkötelezettség tekintetében a katonai szolgálatra csak férfiak kötelezhetők, tehát ellentétes ez a javaslat az alaptörvénnyel, ami 2012. január 1-én lép hatályba, tehát ennek az elutasítását javasoljuk. Az ajánlás 17-es pontjában, ami a 63 szakasz 7 bekezdésére irányul, és azt kívánja módosítani, a módosító javaslat törölni kívánja az önkéntes tartalékos rendelkezésre állási időszakra vonatkozó egyenruha viselési engedélyezésének a lehetőségét. A tartalékos a rendelkezésre állás időszakában is végezhet olyan tevékenységet álláspontunk szerint, amely a honvédség érdekét szolgálja, így részére ennek keretében is szükséges lehet az egyenruha viselésre, például egy kulturális esemény keretében miért ne viselhetne egyenruhát, tehát ezt a javaslatot így nem tudjuk elfogadni. Kiemelném még az ajánlás 20-as pontját, amely a 69 szakasz 3 bekezdésének a módosítását javasolja. Az módosító javaslat jelen formájában azért nem támogatható az előterjesztő álláspontja szerint, mert a cél mellett a megyék és a főváros közötti különbséget kívánja még jobban növelni, tehát ezt mi így nem tudjuk támogatni. Nyilvánvaló, hogy ezt át kell gondolni az előterjesztőnek, illetőleg a javaslattevőnek is. Ezen kívül még egy olyan ajánlási pont van, amit szeretnék kiemelni, ez pedig a 27-es. Az ajánlás a törvény 83 szakaszának és az azt megelőző 51 alcímének az elhagyását javasolja, ami úgy szól, hogy a törvény első 1-től 5-dik és a 7-től a 10. fejezete az alaptörvény T cikk 1 bekezdése, 31. cikk 3 bekezdése, 45. cikk 5 bekezdése, valamint az 54. cikk 4 bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. Azért nem támogatjuk a javaslatot, mivel a javaslat elhagyni kívánja az alaptörvény sarkalatosságára vonatkozó követelménynek való megfelelőséget. Ez a rendelkezés az Európai Unió jogharmonizáció záradékához hasonlóan egy szükséges kodifikációs elem, amit egyáltalán nem tudunk támogatni az ajánlattevő gondolatvilágának megfelelően. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő asszony! Most Juhász Ferenc képviselő úrnak adok szót, az MSZP képviselőcsoportjából őt Ák Péter képviselő úr fogja követni. Parancsoljon, képviselő! Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Köszönöm a szót, és engedje meg, hogy jelezzem, hogy én az ajánlás pontjainak sorrendjébe szeretnék hozzászólni. Amennyiben a 6 percem letelik, akkor ismételten kérni szeretnék időt a mondandóm folytatásához. Engedjék meg, hogy általános elvéllel e vita kapcsán leszögezzem azt, hogy a mindenkori politikai győztesnek joga lehetősége az előző időszak értékelése, ha tetszik, akkor a vesztes munkájának értékelése morális, politikai, jogi értelemben egyaránt. Éppen ezért azzal kapcsolatosan nincsen semmiféle problémám, hogy a Honvédelmi Minisztérium környékén átvilágítás zajlik, és ennek eredményeképpen bűnösök kerülnek megjelölésre. Azzal kapcsolatban azonban, hogy ez a teljes intézménynek a kárára megy, azzal kapcsolatosan egész biztosan van megjegyzésem. A győző nem engedheti meg magának, tisztelt képviselőtársaim, hogy csak az legyen az egyetlen érve, hogy egyébként nálatok megverték a négereket, hogyha emlékeznek a régi keletű viccre. Nem lehet egyetlen érvelés a tehetetlenségre, arra, hogy nem képes semmit csinálni az, hogy egyébként ti meg annak idején a közbeszerzési törvényt megsértettétek. Azért került oda,
hogy az legyen a dolga, hogy ő ne sértse meg, jobban csinálja és hatékonyabban csinálja. Nos, ezt a ne sértse meg, jobban csinálja és hatékonyabban csinálja kérdéskört kellene, hogy reprezentálja ez a országgyűlési törvényjavaslat, miközben egyébként nagy valószínűséggel a jogi és morális értékítéletet pedig másút kell megfogalmazni. Azért fontos ez, képviselőtársaim, mert a miniszter úr egyetlen egy érve általában az, hogy egyébként az elmúlt időszakban 1,8 milliárd forintot elsiboltak, miközben egyébként az intézmény alól veszi ki folyamatosan az összes biztos támasztékot, úgy, mint pénzügyi forrás, úgy, mint társadalmi támogatás és úgy, mint presztízs. Én azt gondolom, hogy minden politikai vitának ezen belül ennek is az volna a célja, hogy ezt a fajta intézményt védjük, miközben egyébként azt állítom és vallom továbbra is, hogy a politikai riválisok közötti, hát hogy is mondjam, csak csörteváltás az teljesen természetes és megengedett. A nemtelen eszközöket meg a gyengébbnek mindig viselnie kell. Sajnos amióta világ így zajlik a dolog. Négyes pont. Tisztelt képviselőtársaim! Önök azt nem akarják megszavazni, hogy akkor, amikor van egy válsághelyzet, egy válságszituáció, ne adj Isten háború, akkor a tolószékes, aki egyébként tolószékben ül, az ne kapjon felmentést katonai közmunka alól. Önök azt nem akarják megszavazni, hogy akikről az önök által most szigorítottan megfogalmazott jogszabályok alapján kimondják, hogy munkaképtelen, az ne kapja meg azt a fajta felmentést, amely egyébként általában a munkaképteleneknek jár. Én nem gondolom, hogy ez egy humánus, elfogadható módszer lenne. Én azt gondolom, hogy az, ami egyébként a törvényben megjelenik, már a most hatályban lévőben, az abszolút korrekten szabályozza a honvédelmi munkával kapcsolatos kérdéskört. Nem ad plusz mentességet azoknak, akik elkerülik, vagy el akarják kerülni ezt a dolgot, de aki ténylegesen beteg, aki ténylegesen munkaképtelen, annak valóban ad lehetőséget. Nem gondolom, hogy az megoldás volna, hogy ezeket golyófogónak, vagy ne adj Isten, telefonközpontba, vagy még nem tudom én hova kellene rakni. Egy normális, humánus, demokratikus társadalomba ezek az emberek megkapják a felmentést, akinek meg egyébként dolgozni kell, azoknak meg teljesen természetesen dolgozniuk kell. Nem adtunk be nagyon sok módosító javaslatot. Ez nem azért van, mert a törvénynek, amit most benyújtottak, ne lenne számos olyan pontja, amihez érdemben ne lehetne módosító javaslatot benyújtani, hanem egyszerűen csak jelezni akartuk a vita kapcsán is, a egyébként saját kétharmados többségétől rendszerint ájult kormánypárti többségnek, hogy kérem tisztelettel, ezek azok a fő csomópontok, amiben vannak vitáink, de megjegyzem, hogy számos másban is. Nos, ez volt az első. A második, az ötös ajánlási pontban szereplő kérdéskör, nevezetesen az, amit Mátrai Márta általam nagyra tartott képviselő társam kifelejtett a felsorolásból. Nem kifelejtett, hanem már ő is egy kicsit szégyenletesnek tartotta azt, hogy a kormány a Honvédelmi Bizottság, illetőleg a parlament jogosítványait csökkenti, arra való hivatkozással, hogy két apparátusi tagnak többlet munkát jelentene kiküldeni egy tájékoztatót arra vonatkozóan, hogy a magyar honvédségben milyen átalakítások zajlanak. Azt mondják, hogy kérem tisztelettel, ott van a honlapon, meg lehet nézni, nincs azzal semmiféle titok, semmi probléma. A hadsereg, egy demokratikus hadsereg civil irányítását és kontrollját a honvédelmi miniszter, illetőleg a parlament és a parlamentben működő szakbizottság testesíti meg. Na most, hogyha a honvédelmi miniszter ezt a fajta jogosítványt csökkenti, akkor azt gondolom, hogy nagyon komoly probléma és nagyon komoly baj van. Tisztelt képviselőtársaim, arra szeretném önöket kérni, hogy ne engedjenek annak a csábításnak, hogy egy feladattal kevesebb, majd nem fogjuk megvizsgálni azt, hogy szervezik át a hadsereget, milyen fegyvernemet akarnak fejleszteni, megszüntetni, mentesítsük őket az alól, hogy egyszerűen azért, mert olyan fajta precedens teremtenek a honvédelem területén és más területen is, amely egészen bizonyosan károkat okoz. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! Most Ág Péter képviselő úr következik rendes felszólalásra, parancsoljon. Bocsánat, képviselő, egy perc, őt Endrésik Zsolt képviselő úr fogja követni.
Tessék, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Tóth Gábor képviselőtársammal több módosító indítványt is beadtunk. Ezekkel kapcsolatban a 26-os számúra szeretnék külön kitérni. A törvényjavaslat kiemelt célja Magyarország honvédelmi értékeinek megjelenítése, a Magyar Honvédség hosszú távú infrastruktúrális működési feltételeinek és alapfeladataira rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásának biztosítása a terület és település rendezés szempontjából is. Ennek megvalósítását szolgálja a honvédelmi hatósági, szakhatósági hatáskörben annak biztosítása, hogy a Magyar Honvédség szövetségi és honivédelmi feladatai a megkereső hatóságok eljárásaiban teljes körűen érvényesüljenek. A Magyar Honvédség a honvédelmi érdekek teljesítése érdekében objektumaiban és építményeiben veszélyes anyagokat tárol, haditechnikai eszközöket üzemeltet és katonai technológiákat alkalmaz. Az említett anyagok tárolásának, a haditechnikai eszközök és technológiák üzemeltetésének hatásai a honvédelmi és katonai létesítmények határain túl is kifejtetik hatásukat, amelynek következtében a lakosság egészségkárosodása, valamint az infrastruktúra károsodása előfordulhat. Ezért indokolt a többi jogszabály által használt honvédelmi és katonai célú építmények, ingatlanok működési és védőterülete fogalma, illetve az ehhez kapcsolódó anyagi jogi szabályok megalkotása, tekintettel arra, hogy a településrendezési eszközök közigazgatási egyeztetése, illetve a honvédelem érdekeinek a honvédelmi hatósági szakhatósági eljárások folyamatában történő érvényesítése biztosíthatja egyrészt a honvédelmi és a katonai építmények rendeltetésszerű használatát, másrészt a környezet biztonságát is. Ehhez és a többi módosító javaslathoz is a tisztelt országgyűlés támogatását kérem. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Andrássy Zsolt képviselő úr fog következni, őt Volner János fogja követni. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Ajánlási pontok szerint a 6-os, 13-as, 14-es és 16-os pontokhoz szeretnék hozzászólni. Korondi Miklós képviselőtársam ajánlásai közül egy dolgot mindenképp elő szeretnék hozni, mégpedig a kiképzett tartalékos állományban a honvédség állományából kikerült, korábban hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos szolgálatot teljesített férfi tartozik. Ez áll a törvényjavaslatban. Mi ezt a férfi elnevezés személyre szeretnénk változtatni, mivel jól tudjuk azt, igaz, hogy a magyarországi alaptörvényben le van fektetve az, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak, sőt, tudni kell azt, hogy a Magyar Honvédség jelenlegi létszámának közel 20%-a nő, akik nem csak adminisztratív és irodai munkával foglalkoznak, hanem jó nagy részük a harcoló alakulatoknál van, és valószínűleg a leszerelésük után részt akar venni majd a tartalékos állományban is. Ezt mindenképp el szerettem volna mondani. A másik három módosító javaslata az MSZP-től érkezett. Hát nem tudom, a jóval vagy a rosszal kezdjem. Hát kezdem először a jó meglátással. A 6-os pont igaz Juhász Ferenctől származik, ahol is kéri azt, hogy a GDP minimum 1,1%-át fordítsák a honvédség kiadásaira és fenntartására. Annak idején jó néhány évvel ezelőtt erre tettünk mi egy ígéretet, igaz a prágai NATO csúcson több mint 1,8% ez a limitérték. Hát ennek a közelében sem vagyunk sajnos. Jelenleg 1% alá került a GDP arányos kiadás, sőt ennek egy része pedig még a Honvéd Kórház fenntartási költségeire fordítódik. Szóval mindenképp el kellene érni azt, hogy ez az érték minél magasabb legyen, és megpróbáljuk ezt a keretet elérni. Sajnos el kell azt ismerni, hogy a jelenlegi finanszírozással, a jelenlegi szervezéssel a Magyar Honvédség nem teljesen alkalmas a hazavédelmére, csupán a missziós feladatok ellátására. 13-as, 14-es pont viszont bennem is elég nagy vihart kavart, amikor megláttam. Szerintem ez egy ilyen tipikus szocialista nyafogásnak fogható fel. Az egyik
Hát a Szent Korona őrzésével kapcsolatos megállapítás. Szerintem a Szent Korona őrzése több száz évre visszanyúlólag a Magyar Honvédséget érintő feladat, és én nagyrészt örülök annak, hogy ez bekerült az alkotmányba is. Hát felhoznak egy ilyen érvet, hogy ez nem rendészeti feladat. Hát én ezt nem rendészeti feladatnak tekintem, hanem egy hatalmas megtiszteltetésnek, ami a honvédséget érinthette. A másik pedig az állami közfoglalkoztatás feladataiban való közreműködés. Szintén nem látok abban kivetni valót, hogy a Magyar Honvédség részt vegyen ebben a feladatban. Sajnos tudjuk azt, hogy 2004-ben igaz megszűnt a sorállományú katonaság, igaz nincs ilyen irányú hadkötelezettség. Annak ide emlékszem én is, hogy elég sok munkát végeztünk a laktanya meg a körlet rendbetételére. Hát én azt látom, vagy azt gondolom, hogy a közmunkások bevonása itt érdemleges lehet. Valamint, hát nem túl sok laktanya van már sajnos az országban, de ezek rendbetétele, állagának megóvása itt szintén nagyon fontos lenne. Hát röviden ennyit szerettem volna elmondani, és meg is létlem a mi álláspontunkat, a Jobbik néhány fenntartással, de támogatni tudja ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Amint említettem, Volner János képviselő úrnak adok szót, csak jelzem, hogy őt Juhász Ferenc képviselő úr fogja követni. Tehát Volner János képviselő úré a szó, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az ajánlás egyes pontjához szeretnék először hozzászólni, aztán meglátom, hogy a 6 perces időkeret, amely rendelkezésemre áll. Úr, az a következő vita szakasz. Ja. Az a következő vita szakasz. Elnézést. A 6-os ponthoz szeretnék hozzászólni, hogyha ez lehetséges. Hoz lehet? Lehet. 6-os ponthoz szeretnék hozzászólni, képviselőtársam. Elnézést, csak kénytelen voltam lemaradni az elejéről, mert a sajtóteremnél váltak a sajtóképviselői, ezért nem tudom, hogy milyen felosztásban folyik a vita pontosan. Az országgyűlés éves költségvetéséből, illetve a GDP-ből 1,1%-ot szán a szocialista módosító javaslat honvédelmi célokra. Ezzel kapcsolatban szeretném megfogalmazni a véleményünket. Először is azt kell látnunk, képviselő társaim, hogy önmagában ez a mutatószám, ez még nem túl sokat jelent, hiszen jelenleg a honvédelmi költségvetésnek jelentős része egészségügyi kiadásokra, illetve szociális intézkedésekre megy el. Én azt javaslom a kormány számára, hogy sokkal átláthatóbb állami gazdálkodást lehetne megvalósítani akkor, hogyha új módon történne a honvédelmi kiadások tervezése, hogy azok valóban honvédelmi kiadásokként funkcionáljanak, ne pedig szociális, egészségügyi és egyéb kiadásokként, amelyek egyébként valamilyen megfontolásból a honvédelmi tárcához vannak telepítve. Akkor, amikor többször javasoltuk, hogy az állami közfeladatok rendszerét Magyarországon újra kellene gondolni, és én magam is utaltam arra, hogy 2007-ig kellett egészen a rendszerváltástól fogva várni arra, hogy az országos közfeladat felmérés elkészüljön, aztán ennek persze nem lett folyománya, mert az akkori szocialista kormányzat nem volt vevő arra, hogy észszerűsítse az állam működését, akkor gyakorlatilag megkerülhetetlen az, hogy egy profiltisztítást kell végrehajtani a különböző tárcáknál, mert meggyőződésünk szerint csak akkor lesz átlátható állami gazdálkodás a különböző területeken, hogyha funkcionálisan megtörténik ez a bizonyos profiltisztítás. Addig, amíg különböző módokon egyéb fejezetekhez egyéb feladatok vannak telepítve, addig ez nem történik meg. Az előbb emlegetett közfoglalkoztatás is olyan, vagy akár a segélyezés rendszere is olyan, hogy több állami önkormányzati alrendszer foglalkozik ezeknek a pénzeknek a továbbításával, és gyakorlatilag akkor, amikor az országgyűlés elfogadja az ország költségvetési törvényét az adott évre, akkor a honatyáknak egész egyszer nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű információ arról, hogy az adott feladatra az ország mennyi pénzt fordít. Ez is egy ugyanilyen kérdés, hogy ha azt szeretnénk, hogy teljesen egyértelműen láthatóak legyenek az egészségügyi kiadások, aztán ezt a nyugdíjrendszert érintő és egyéb nagy társadalmi ellátó rendszereket érintő változásokkal több évtizedes távlatban vizsgálni szeretnénk, akkor megkerülhetetlen az, hogy ha honvédelemről beszélünk, akkor honvédelmi kiadások legyenek.
ha egészségügyről, akkor egészségügyi kiadások, de lehetőség szerint minél kisebb arányban keveredjen ez a két dolog. Én tehát azt gondolom, hogy önmagában a mutatószám az kitűzhet valamilyen mértéket, lehet ez 1,1% is akár. Sokkal fontosabb azonban az, hogy ez a szám, ez ténylegesen az adott célra fordítódjék, és ne lehessen ezt különböző módokon fölülírni. Jelenleg ugyanis, hogyha a kormány vissza szeretne élni ezzel a felhatalmazással, akkor lehetősége volna rá, hogy különböző egyéb az egészségügy területébe tartozó közfeladatokat a honvédelmi tárcához telepítsen. Ezeknek a kiadásoknak az összege megjelenik a honvédelmi tárca költségvetésében, ténylegesen azonban nem honvédelmi célokat szolgáló kiadásokról beszélünk. Ugye az országos közfoglalkoztatás feladatainak ellátásában történő honvédelmi részvételről rendelkezik a 14-es ajánlási pont. Ezt a vita korábbi szakaszában már érintettük is. Ezzel kapcsolatban néhány rövid szakmai jellegű észrevétel. Akkor, amikor a honvédség a feladatait ellátja, nem ritkán kerül sor arra, hogy különböző infrastruktúrális helyreállító munkálatokban vegyenek részt a honvédség műszaki alakulatai. Hát kérdezem én képviselőtársaim, hogy például egy híd felépítése, például egy vasúti töltés helyreállítása, egy árvízvédelmi töltés helyreállítása, az ezzel kapcsolatos munkálatokban történő részvétel talán nem függ össze a honvédelmi feladatok teljesítésével? Hát dehogy nem. Az, hogy nem tetszik az MSZP-nek, az meg csak egy állapot. Én azt gondolom, hogy ha a katonai infrastruktúrát föl lehet használni békeidőben, megjegyzem ezt egyébként normális esetben a honvédség magától is fölhasználná, hiszen a technikát működtetni kell, a katonákat gyakorlatoztatni kell, önmagában egyébként az is összekovácsoló, csapatépítő, jelenformáló erővel bír, hogy a katonákat rendszeresen foglalkoztatják különböző feladatok teljesítésében, az már önmagában is a honvédelmi céloknak megfelelő feladatellátás jelent. Én tehát már csak ezért is kifejezetten támogatom azt, hogy ezen a területen az országos közfoglalkoztatás feladataiban vállaljon részt a honvédség, és változatlanul nem látunk semmilyen szakmai magyarázatot arra az MSZP részéről, hogy miért akarja ezt a kormányzati elképzelést megtorpedózni. Köszönöm, elnök úr, folytatom a későbbiekben. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Juhász Ferenc képviselő úr következik, az MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr. Az iminti 6 percemet azzal fejeztem be, hogy tisztelettel kérem, hogy ne csökkentsék saját jogosítványaikat. Tisztelettel kérem azt, hogy a Honvédelmi Bizottság és az Országgyűlés ellenőrző jogkörének csorbítását ne engedjék. Ugyanakkor azt gondolom, és itt a 9-es ajánlási pontról szeretnék most beszélni, hogy a köztársasági elnök bizonyos döntéseinek ellenjegyzését eltörölni kívánó paragrafus meg nem helyes. Azt gondolom, hogy a mindenkori honvédelmi miniszternek, aki mögött áll egy nagyon erős szakmai stáb, aki mögött áll gyakorlatilag a Magyar Honvédség jogi, szakmai tapasztalatának tömény rendszere, annak legyen jogosítványa arra, hogy egyébként bármilyen jó szándékú, bármilyen egyeztetési mechanizmusban korrekten együttműködő köztársasági elnök mellett megtarthassa azt az ellenjegyzési jogot, ami alapvetően és kizárólagosan szakmai szempontú. Ebben a pillanatban a Fidesz és a kormánykoalíció abból az alaphelyzetből indul ki, hogy van egy köztársasági elnök, amely hozzájuk tartozik, amely aki személy szerint egészen bizonyosan a döntései kapcsán egyeztet, éppen ezért nem szükséges külön törvényben rögzíteni azt, hogy a honvédelmi miniszternek legyen ellenjegyzése a hadsereget érintő döntések tekintetében, hiszen megbeszélik. És azt gondolom, hogy valószínűleg ez így is működhet békeidőben, és valószínűleg így működne egyébként konfliktus időszakban is. Ugyanakkor tisztelettel megkérdezem, hogy Márt Ferenc esetében Isten nyugosztalja, vagy nagy Isten Gönc Árpád esetében is ugyanezt a passzust ugyanígy ki akarták volna venni? Nem lehet egy pillanatnyi hatalmi politikai erőviszonyhoz rögzíteni olyan fajta jogosítványokat, amelyek kialakulását egyébként Európában és Magyarországon is hosszú évtizedes szakmai demokratikus tapasztalat alapozza meg,
és amely egyébként jól működött. Még egyszer mondom, nem magyar találmányról van szó, pláne nem kommunista trükkről, hanem egyszerűen a súlyok és ellensúlyok a működtetésbe beépített rendszeréről. Éppen ezért én azt szeretném javasolni, hogy igen, a honvédelmi